Már az interneten is népszerűsíti a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petíciót a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt szerint, ha a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal ismét hatalomra kerülne, a 2010 előtti időszakhoz hasonlóan újból elvennék a családtámogatásokat, emelnék az adókat, és megint adósságba taszítanánk az országot. A petíciót október 23-áig lehet aláírni. Egymás után írták alá a nagyobbik kormánypárt petícióját a járókelők péntek reggel Nagykanizsán. A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony elnevezésű kezdeményezés a 2010 előtti baloldali kormányzás viszontagságaira hívja fel a figyelmet. A Gyurcsány korszak, amit lezártunk, próbál most Karácsony Gergellyel együtt visszatérni. A Fidesz szerint a Gyurcsány Ferenc vezette baloldallal az a múlt térne vissza, amiről a magyar emberek egyszer már kimondták, nem kérnek belőle. Számos olyan korlátozó intézkedést vezettek be, amelyik, hogyha hatalomra kerülnének, újra itt lógna veszélyként a fejünk fölött. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvették azoktól, akiknek járt a 13. havi fizetést, megkurtították a családtámogatási rendszert, és mindenhol korlátozásokat vezettek be, ráadásul jelentős mértékben megemelték az adót. Abban az esetben, hogyha nem tudná folytatni az Orbán kormány a munkáját, ugyanezek a veszélyek leselkedhetnek ránk. Szerda óta több mint 1000 aktivista az ország 300 pontján gyűjti az aláírásokat. A petíciót október 23-ig lehet aláírni, aznap lesz a 2006-os tüntetések véres leverésének 15. évfordulója. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. A demonstrálók akkor az Öszödi beszéd kiszivárgása után Gyurcsány Ferenc lemondását követelték, hiába. A kivezényelt rohamrendőrök brutális eszközökkel oszlatták az összegyűlt tömeget, fejmagasságban közelről lőtték a gumilövedékeket a civilekre is, és könnygázzal vagy vízágyúval támadtak azokra, akik megközelítették a sorfalat. Ezt a sót már jól ismerjük. Adóemelés, szemkilövetés, fizetős egészségügy. A nagyobbik kormánypárt az interneten is népszerűsíti a petíciót. Ha nem akarod, hogy újra műsorra tűzzék, és megint hazudjanak neked reggel, éjjel meg este, írd alá a petíciót. A videókban a 2006-os események mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc vezetése alatt rekordmagas volt a munkanélküliség. Elvettek egy havi nyugdíjat az idősektől, háromszorosára emelték a közüzemi díjakat, és eladósították az országot. Ha Gyurcsányékon múlott volna, mára 1 millió család veszítette volna el az otthonát, és lenne földön futó. Fogalmaz a Fidesz a közösségi oldalon. Azt írják, a Gyurcsány kormány taszította devizahitelbe a magyar családokat, segítség nélkül hagyták az embereket, és eltörölték az első Orbán kormány által bevezetett otthonteremtési támogatásokat. A bejegyzésben hozzáteszik, nem szabad hagynunk, hogy mindezt újra elvegyék.